Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Dunaújváros Televízió kulturális magazin műsorának 18. adását látják. A tánc az egyik legősibb műfaj, amely nem igényel nyelvtudást, hiszen nemzetközileg bárhol megértik és áttérzik. Ez volt az üzenete a Táncvilágnapja alkalmából megrendezett gálának, ahol több mint 140 fiatal mutatta meg tánctudását, tehetségét. Hát, hogy először is mi a tánc? Én úgy fogalmaznám meg, hogy mindenkibe ketyeg egy belső ritmus. És hogyha rá tudjuk venni ezt a belső ritmus, hogy ez megjelenjen a kezünkön, lábunkon, és ez mondjuk még szerencsésen egybeér a zenével is, akkor már minden rendben van. Hogy nekem mit jelent a tánc? Idén szeptemberben lesz 30 év, hogy a tánccal foglalkozom, gyakorlatilag mindenem a tánc. Hogy mit szeretnék visszaadni belőle? Ezt az érzést. Amikor az ember felmegy a színpadra, akár fáradt, akár vidám, akár rossz kedvű, az egy teljesen más világ. A vasas táncaütés régi tradíciója, ugye a felfelé építkezés, hogy egészen kiskortól kezdve elkezdjük a gyerekeket táncra tanítani. De ez nem csak simán táncra tanítás, tehát nem csak egy-egy motívumot tanítunk meg a gyerekeknek, hanem egy teljes komplex képzés folyik. Onnantól kezdve, hogy ugye a testmozgás, a testfelépítés, kornak megfelelően az izomzatnak a karbantartása, lehetőség szerint minél nagyobb szintű fejlesztése. Innentől kezdve a néprajzon keresztül egy teljes társasági életet élünk, ennek köszönhetőek ugye a nyári táboraink is, ahol van olyan nyári tábor a vasastáncértesnek, ami egyáltalán nem a táncról szól, sőt, meg van tiltva a táncolás. Ott csak a csapatépítésre megyünk rá. És az, hogy a színpadra mi kerül ki, hát azt előbb-utóbb megtapasztalják a gyerekek, azt onnantól kezdve már nincs visszaút. Minden pénteken és kedden elmegyek Robi bácsihoz táncolni. Zumbázok, meg balettozok, és nagyon szeretem. Az együttesünkben 5 csoport működik, minden csoporttal készültünk, minden csoporttal voltunk egy-egy fesztiválon, ami a tánc világnapja alkalmából is zajlódott, és ide pedig egy darab csoportot hoztunk, a nagy együttest. Minden csoport különböző koreográfiát tanult, meg különböző táncanyagot. Magyarországi táncokat tanultunk az idei évben elsősorban, és ide is egy magyarországi táncot hoztunk, és egy táncszínházi produkcióval készültünk a gyerekeknek, nézőknek. Azt gondoltam, hogy ez a tánc ünnepe, az nem csak a hivatásos táncművészekről szól, hanem magáról a táncról, amit a Dunaújvárosban nagyon sokan művelnek, nagyon sokan és nagyon ügyesen. És azért gondoltam, hogy különböző kis csapatokat, akiknek van kedvük, és akik komolyan gondolják, ezt meg tényleg annyira szeretnek táncolni, azokat így egybehívni, és akkor hát egy ilyen kis gálaműsorra ünnepeljük mi a tánc világnapját.
és hát hogy ennek legyen még valami plusz hozadéka is, hogy ezt karitatív célra fel tudjuk ajánlani a jegyárbevételt. A Jószolgálati Szeretet Otthon javára ajánlottuk fel a jegyárbevételt, és gondolom ők ebből majd valamiféle eszközöket, olyan fajta gépeket vásárolnak, amik az ő munkájukat meg azoknak a sérült embereknek az életét, életminőségét javítja, segíti. Kérlek, maradj még! Engem kötelez a vérem, nekem törlesztenem kell. Sosem fér össze a közelét az érdekkel. De én mindig abban hiszek, és én álmodozom még. Egyszer az életem megszűnik az ellentét, s minden. Én azt gondolom, hogy a tánc az egyik legősibb műfaj, és annyira nemzetközi, hogy nem igényel nyelvtudást. Tehát ha az ember elkezd táncolni, az bárhol megértik, de nem is az, hogy megértik, megérzik. Azt gondolom, az inkább egy emocionális műfaj. És hát amellett, hogy mozgáskészséget fejleszt, azt gondolom, hogy az egészségre is nagyon jó hatással az ember lelkét feltölti. Ha az embernek búja van, baja van, akkor ki tudja hozni, ha öröme van, akkor ki tudja magából táncolni. Tehát egy nagyon fontos dolgot tartom a táncot, mint olyat. Városunkba zárta lemezbemutató turnéját a Subscribe zenekar. Bár az egyik bandatag hiányzott, a fiúkat mégis lelkesen fogadta a dunaújvárosi közönség a Galéria Jazz Clubban. Az első turnéállomáson olyan fogadtatás várt minket, ami igazából nem is számítottunk rá. Elég sok teltházas bulink volt. Igazából nem volt most annyira sok koncert, a szándékos volt, hogy így az összes koncertezhető várost azt így egy évre osztottuk el, és akkor így a felét tavasszal, a felét ősszel látogatjuk meg. És hát most volt ugye a Hajón a lemezbemutató koncertünk, ahol szintén teltház volt, és az is nagyon jól sikerült, kicsit izgultunk, Bálintka be is törte a fejét, szegényként, meg az első szám előtt úgy érkezett fel már a színpadra, hogy így mutatta, hogy tiszta vér a feje. Ugrott egyet a WC-be a ajtófélfa alatt, úgyhogy a intrók, amikor mi mentünk fel a színpadra, ő éppen feküdt a földön véres fejjel a WC-be. Igen. Hát azt mondjuk, hogy annyira jó volt az első buli, amit mondtál, hogy végén ekelték a nótákat a srácok, pedig még mi sem tudtuk a szöveget akkor, úgyhogy egy remek turnét zárunk most ma este, úgy gondolom. Ahogy bármelyik eddig lemezgetett, és remeknek értékeljük, sőt, nagyon jónak. Egy Subi nagy lemeznek a felvétel, meg a megírás az elég nagy, nem mondom teher, de az egy kemény meló, és akkor megjelent a lemez, és meg volt egy műpás bulink utána, és így olyan koncerteztünk, és annyira gyorsan telt az idő, hogy fel se tűnt, hogy hú, már megint eltelt 3 év, vagy csak 2 év akkor még csak, és akkor kaptunk észbe, hogy hopp, elment 2 év, 2,5 év, vitt az ideje lemezt írni. Igazából elég kevés idő telt el azóta, hogy kitaláltuk, hogy lemezt akarunk csinálni újból, és egészen addig, amíg leadtuk a kész korongot. Egy olyan fél év, persze előtte is már voltak munkák, amik ezzel folytak, de úgy effektív, amit a lemez megírására szántunk, ami már egy ilyen közös munka volt, az nagyjából egy fél év volt. Attista, nem voltunk inni a kedvenc kocsmánkban, ami a Robot névre hallgat, és egy drága barátunk a Pucu, a Plastic Beachből, illetve Pap Szabi a Zupernemből csinálják a helyet, tehát egy ilyen zenész kocsma gyakorlatilag. És a WC-n kim volt egy matrica, vagy egy falfirka, már nem tudom, oda volt az írva, és mondtam Attisnak, hogy a francba, ez mennyire jó az a mindenség idegi, milyen jó az. De nagyon tetszett, a hangzatos volt egyrészt, másrészt meg pontosan leírta azt, amit én éreztem akkor. Ezek lehet egy pozitív, meg egy negatív csengés. Ez a pozitív csengés az, hogy semmi rossz nem tartott örökké. Tehát this moment viszont ez a pillanat hamarosan elmúlik. Tehát rosszul érzed magad éppen, de tudod, hogy a holnap már, vagy esetleg a következő pillanatban már jobban fogod magad érezni. Ugyanakkor a jóra is értendő ez,
hogy most még jól érzed magad, de bármi történik a következő pillanatban, lehet ez ilyen Carpe Diem-szerű éljünk a mának üzenet is, de nem feltétlenül az, mindenesetre szerintem egy jó kis cím. Az a bevált szokás az utóbbi két lemeznél már, hogy otthon dolgozik mindenki, felveszi a témáit. Csináltunk egy ilyen közös csoportot, ahova feltöltögettük, és kiválogattuk azokat a dalokat, amikkel foglalkoztunk. Csináltunk most két alkalommal olyat, vagy lehet, hogy három, hogy leutaztunk vidékre, kinéztünk egy ilyen kulcsos házat, és kivettük, és ott töltöttünk egy ilyen 4-5 napot. Tehát ez egy olyan hely volt, egy ilyen puszta közepén végül is, hogy körbe csak erdő, mező, stb. Konkrétan a telefonunkon nem volt térerő, tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy elvonultunk teljesen, és hát ott foglalkoztunk közösen a dalokkal, illetve egy ugyanilyet csináltunk nyáron, Révfülöpen is, és nem ez a munkamódszer, ami igazából beválik, tehát hogy otthon fölveszünk az alaptémákat, és akkor utána pár napig kiszakadunk a mindennapi teendőkből, és akkor tudunk rákoncentrálni, úgyhogy tényleg érdembe tudunk haladni. Jézus Mária! Eléggé féktelen zenekar vagyunk, máj 15 év zenélés után is, hiszen idén 15 éves a zenekar. Úgyhogy előfordulnak baleset, igen, jó, nagyon jó hangulatban. Tehát hogy erről, hogyha van fenn egy videó amúgy, 10 éves a subscribe, amikor 10 évesek voltunk, akkor feltudunk egy videót az ilyen külföldi turnékkal, meg fesztivál dolgokkal kapcsolatban, és ott meg lehet nézni, hogy mi hangulatban telik egy ilyen turné, ugyanolyan hangulatban. Az öcsém eljött velünk valamikor játszani, hát elkísért minket egy turnéra, és mondta, hogy hát nem volt megtökörik, azt mondja, ugyanaz folyik itt, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát, hogy igazából nem, mert gyerekek jöttek a zenekarba, közben születtek, feleségek lettek, meg kicsit megöregedtek a többiek, de ugyanolyanok vagyunk, mint régen. Aggal kevesebb lesz fönt a színpadon, ugyanis a Rejk Tamás gitáros kollégánknak megszületett a kislánya, és ma hozták haza a kórházból, úgyhogy ő most éppen édesapja a tevékenységeket folytat otthon, apai tevékenységeket. Nem tudjuk az mit akar, de csinálja. Illetve a Miklósnak, a Bőgősnek, aki itt van, neki múlt héten született meg a kis Miksája, a kisfia, úgyhogy mondom, potyognak a gyerekek az égből. Ettől függetlenül ugyanolyan lendületesen megpróbáljuk előadni a dalokat, egy gitársával kevesebbet mondjuk, de ez reméljük nem fogja befolyásolni a koncert élményt. Eljátsszuk az egész új lemezt, illetve egy ilyen fél órát a régi dalokból. És utána szemezgetünk régi Zoltán Erika dalokból, atya. És utána a nagy sikáról. Tánc és büfé reggeli! Next Brain zenekar, dunaújvárosi, akik jó cimboráink, és hát volt is nekik itt egy hangszerboltjuk, ide jártunk le néha ezt azt kipróbálgatni, úgyhogy Újváros! Akik nincsenek itt, sajnálhatják, hogy nem jöttek el, akik pedig itt vannak, azok pedig érezzék jó magukat ma este! A Dózsa Mozi Centrum városunk egyik meghatározó része. Történetéről és a jövendőbeli tervekről az egyik ügyvezető, Szalai Attila nyilatkozott. Élvezetes passzió a mozizás. Hát ha a közönségünk mosolyát, arckifejezését és hűségét, megelégedettséget nézem, akkor élvezetes. Egyébként egy nagyon-nagyon nagy, nehéz, de így szép munka. Mikor szerettem bele a mozizásba? Szerintem 1974-ben, amikor születtem.
És kedvelem, hogyne, persze, hát a mozizás az egyik legjobb dolog a világon. Elhatároztuk, hogy kultúrmissziót fogunk folytatni abban a régióban, ahol lakunk, ahol élünk, Dunai városban és a környékén. És ahogy nekünk megtanították, hogy az úttörő ott segít, ahol tud, vagy valami ilyesmi volt annak idején, kiválasztottuk azt a legproblémásabb területet, ahol, amiben azt láttuk, ahol úgy gondoltuk, hogy a tudásunk, a tehetségünk és legfőképp az elszántságunk eredményt hozhat. És akkor úgy döntöttünk, hogy ha lehetőség kínálkozik rá, akkor mi bizony élünk ezzel a lehetőséggel, és megpróbáljuk a lehető legtöbbet és a lehető legjobbat kihozni ebből az ügyből. Olyannyira jókor érkeztünk, hogy éppen fel akarták számolni a mozit, illetve a mozit üzemeltető céget. Azon a télen, illetve az előtte volt ilyen, ez a 2010-11-es téli szezon, volt olyan, amikor a vetítőgépházban alig 1-2 Celsius fok volt, volt olyan, hogy a főbejárat mellett lévő nagy homlokzat üvegek kívülről voltak párásak, ami azt jelenti, hogy kívül melegebb volt, mint bent. Leginkább arra törekedtünk, hogy azok a személyek, akik, illetve azok a gondolatok és tettek, amelyek nem segítik elő a mozinak, mint a város egyik, hanem az egyetlen olyan kultúrás intézményének az életét, amelyhez mindenkinek köze van, a csecsemőtől az aggasztjánig. Tehát, hogy ezeket a gondolatokat elűzzük. Ha úgy gondoljuk, hogy ez volt a szándékunk, hogy így fogalmazunk meg, akkor igen, akkor be akartunk nekik fűteni. Egyébként pedig azt szerettük volna, és azt szeretnénk a mai napig, hogy ha valaki egyszer majd megkérdezi, hogy a Dózsa mozinak mikor, milyen korszakai voltak, akkor 2011. június 1-től, a valameddig, az meg ki fog derülni, ott bizony a Szalai és a Veraszt, illetve a Veraszt és a Szalai neve mellett az álljon, egy szép, nagy, kövér, zöld pipa álljon, mi ezt szeretnénk. Amikor átvettük a céget, akkor nagyon-nagyon, tehát rendkívül leromlott állapotban volt a mozi fizikailag is. És ahogy szép lassan elkezdtük felgöngyölíteni, illetve hogy szép lassan elkezdtük megcsinálni a legfontosabbakat, akkor például olyanokat találtunk, hogy valamikor 40-50 évvel ezelőtt szétvették a légfűtésrendszernek egy bizonyos részét, akkor találtunk olyan vízvezetéknek látszó cső maradványokat a falakban, amin egyébként fűtésnek kellett volna mennie, de hát nem tudott átmenni, mert se cső nem volt, se radiátor nem volt a végén. Akkor a vetítőgépek is le voltak pusztulva, a hangrendszert is újra kellett hangolni, tehát kicserélni különböző dolgokat. A villamosrendszerben kicseréltük a legfontosabb vezetékeket. Egyáltalán megfeleltettük az épületet a törvényi elírásoknak, mert különböző szabályzatokat hoztunk létre, amelyek korábban nem voltak, különböző méréseket végeztettünk el, amelyek korábban nem voltak. Felvettük a kapcsolatot a létező összes olyan hatósággal, akinek köze van a mozihoz. Felvettük a kapcsolatot nagyon sok önkéntes segítővel, akik eljöttek és segítettek minket abban a tevékenységünkben, hogy bár a vetítések nem csökkentek, illetve minden nap tartottunk vetítéseket, a felújítások azért vetítések alatt is folytak, és ezt fizikailag is érthetjük úgy, hogy voltak olyan hetek, amikor a nézőtéren nézők ültek, mi pedig a nézőtér alatti csatorna rendszerben csináltuk azokat a köműves és burkoló és festő munkákat, amelyeket meg kellett tenni ahhoz, hogy a mozi működőképes legyen. A rengeteg munkára nem kaptunk senkitől támogatást, ezt mind saját zsebből finanszíroztuk, illetve a mozinak a költségvetéséből. Hát jelenleg úgy néz ki, hogy egyelőre a saját zsebből. Amiben a város segítségét kértük, és szándékban elsőre, egyébként ahogy a város költségvetés engedte, azonnal segítettek minket, illetve a mozit segítették a polgármester úr, a közgyűlés és a hivatal. Az pedig a digitális vetítőgép beszerzése volt, amit először megpróbáltunk saját erőből megvalósítani, de az kiderült, hogy egyszerűen lehetetlen. És akkor utána felvettük az önkormányzattal a kapcsolatot, megkértük polgármester urat, a képviselőtestületet, a hivatal részt vett abban, hogy ezt meg tudjuk oldani. És akkor 2012. decemberében a gépet
az önkormányzat meg tudta számunkra, illetve a mozi számára rendelni, és majd ezt a gépet 2013. február 4-én egy 4 órás valós munkával az utcáról felvittük a vetítőgépházba, amire akit bárkit megkérdezünk, mindenki azt mondta, hogy lehetetlenség oda felvinni, hát nem volt lehetetlenség, megoldottuk, megcsináltuk, különösebb bontás és minden egyéb nélkül. Jó sokáig tartott, de megcsináltuk, az igaz. És a február 6-án egy díszeladás keretében, hogy úgy mondjam, újjáé lett a mozi, és akkor azóta a mozi még mindig talpon van, sőt, a mozi annyira talpon van, hogy most már valóságában is premier mozi, tehát az 1952-es indulástól folyamatosan áhított premier mozi státuszt 2013-2014-re a Dunaújvárosi Dózsa mozi elérte. Úgy döntöttek a filmforgalmazók, hogy a 35 mm-es kópiák gyártását beszüntetik. Ami azt jelentette, hogy nem volt olyan szalagos adathordozó, amiről mi tudtunk volna premier filmet vetíteni. Ami egy nagyon nagy hátrány. Mondjuk igen kényelmes helyzet, mert nem kell gondolkozni sokat a műsorszervezésen. Ez volt benne a cinizmus, illetve a gúny, de azért komoly fejtöréssel leálltott minket, hogy akkor hogyan tovább és mi történjen. És úgy tűnik, hogy talán az utolsó pillanatban sikerült ezt a bizonyos Sony gyártmányú 4K felbontástra képes digitális vetítőgépet megvásárolni és beüzemelni. Amikor a 35-ös szalagos gépek voltak, akkor a nézőszám körülbelül 20 ezerre süllyedt. Évi 20 ezerről beszélek. Csak összehasonlítás kedvére, 70-es években voltak olyan hónapok, amikor havonta 70 ezer nézője volt a Dunaújvárosi Dózsa mozinak. Az akkori 870 fős terem naponta 3-4-szer telt házzal ment. Tehát a havi 70 ezerről, a technika, illetve a technika gyengülésével, elavulásával, illetve a kor előre haladtával, ez lement évi 20 ezerre, de úgy tűnik, illetve a számok ezt mutatják, hogy 2013-ra ezt a 20 ezeret ezt fel tudtuk emelni olyan 31-32 ezerre, ami még mindig kevés a rentabilitáshoz, ugyanakkor egy olyan trendet mutat, hogyha a régió gazdasági helyzete stabilizálódik, illetve javul, amit majd a megfelelő személyek meg fognak oldani, hogy ez így legyen, akkor igenis a Dunaújvárosi Dózsa mozi, ha nem is önállóan, de egy picike segítséggel életképes tud maradni. Akkor a forgalmazók diktáltak Dunaújvárosnak, mint másodosztály vagy másodrendű mozinak, ami azt jelentette a valóságban, hogy a forgalmazók megírták, hogy melyik időszakban milyen kópiát tudnak a mozi rendelkezésére bocsátani, és akkor végül is abból a pici választékból kellett a valamilyen műsort beosztani. Az is nagyon-nagyon sok dolog volt, hogy jól tudjanak sáfárkodni a lehetőségekkel, de most, hogy megvan a digitális vetítőgépünk, így minden egyes kópiához hozzáférünk, ha akarunk, ami azt jelenti, hogy a korábban havi 3-4 premier film helyett most már hetente 3-4, de van úgy, hogy egy tucatnyi premier film közül lehet válogatni. Ami sokkal nagyobb felelősség, sokkal nagyobb kihívás, és sokkal nagyobb munka, hiszen nem azon, hogy más gondolkozik helyettünk, hogy mit kapunk, hanem nekünk kell kigondolni azt, hogy mit kérünk. Áttértük a kéthetes műsorszervezésre, tehát két hétre tervezünk előre, ezt annyi azért sikerült a forgalmazókkal is elfogadtatni, ami azt jelenti, hogy nem az van, hogy havonta egyszer kell műsort szervezni, hanem havonta kétszer kell műsort szervezni, de a két hetekben, az a két hetes etapokban folyamatosan figyelni kell a közönségünk, a nézőknek a reakcióit, hogy az ő reakciók alapján, hiszen az ő szórakozásuk a fontos, az ő kiszolgálásuk a fontos, az alapján ki tudjuk találni, vagy meg tudjuk sejteni, hogy majd a következő két hétben mi az, amire ők vágyhatnak. Na most ez, hát
nem hatványozottan, hanem a sokszorosa figyelmet, munkát és energiát igényel. Ha már lehetőségünk volt tenni a közösségért, a közönségért, a társadalomért, akkor az ő véleményüket kell meghallgatni, és ők minden egyes nap, minden egyes eladás előtt és után elmondják a véleményüket, mi meghallgatjuk, akár Verasztó Sanyi barátom, akár én, és akkor ennek szellemében tesszük össze azokat a gondolatokat, amelyek mentén például a vetítést megszervezzük, vagy a színházi jellegű programot megszervezzük, vagy a nagyteremben a koncertet, ahogy volt a Quimby, meg előtte a Kovács Kati tartott koncertet, vagy a Berecki Szigetel páros, amikor még szerették egymást, és ezeket lehetne, vagy Bábszínház a gyerekeknek. De ugyanez igaz a Galéria Jazz Clubra is. Tehát ha koncert van a Galéria Jazz Clubban, valamelyikünk itt van mindig, és beszélgetünk a közönségünkkel, és megkérdezzük a véleményüket. Minden egyes kínálkozó lehetőséget megpróbáljuk megragadni, persze nem tolakodó módon, nem az a célunk, csak úgy finoman, hogy azért az őszintességet megkapjuk, de segítsenek is minket. Illetve hát így a véleményükön, a válaszaikon keresztül önmaguk szórakozását emelik magasabb és magasabb szintekre, nekünk pedig az a dolgunk, hogy nem, hogy gátat ne szabjunk, hanem hogy ezt a törekvést ezt elősegítsük. És hogyha lesznek társaink, lesznek partnereink, akik nem öncélúan, hanem valóban a közösség, illetve a társadalom, illetve a régió, a városlakók érdekében szeretnének akár programot szervezni, akár közreműködni a mozizásban, valamilyen módon, akár támogatási jelleggel is, akkor mi annak nagyon örülünk, és ennek azt a közönség meg fogja hálálni egészen biztosan. Ahogy például a gyerekek is meghálálják azokon a rendezvényeken, amelyek voltak és még lesznek itt akár a Dózsa György téren, akár itt bent a moziban. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.